Fókuszban a sporttámogatás, a fórumban a polgármester válaszolt. Hőség a buszokon, klíma csak a távolsági járatokon van. Ingerültebbek és figyelmetlenebbek vagyunk a hőségben. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Az új koncepció tükrében már támogathatónak tartja a polgármester a gyak támogatását. Mindenről a Fórum című műsorban beszélt Hisz György. Emellett a kiemelt klimatikus pályázatokról és a múzeum közelgő és távlati programjairól is szó volt. A város több millió forintot költ évente a sportélet támogatására, így a gyöngyösi labdarúgásra is. A polgármester véleménye szerint a 10 millió forintos támogatásért cserébe fontos, hogy a futballcsapat vezetősége olyan koncepciót tegyen le a városvezetés asztalára, amely előrevetíti a fejlődés és az eredményes működés lehetőségeit. Négy szempontrendszert határoztuk meg, milyenek a mostani technikai feltételek a labdarúgásban, ehhez képest mit kéne pályába, eszközbe, kiegészítő eszközökbe, felszerelésbe, sok mindenbe, személyi feltételekbe, játékosok képzettsége, korösszetétele, eredményei, edzők felkészítése, sportorvosi munka, egy összetett valami, aztán a szakmai munka, milyen edzések vannak, hogy épül egymásra az utánpótlás és a felnőtt csapat, edzésmódszerek, edzésszámok, heti hány edzés, stb. Stb. És végül a anyagi rész. A város vezetője kiemelte továbbá, hogy a pályázatokon való részvétel nagyon fontos, amely főként Gyöngyös intézményeinek megújítását és a turisztikai feladatok megvalósítását jelenti. Vannak benne gimnázium, Kálvária parti iskola felújítása, műfáz, energetikai célú felújítása, nagyon sokrétű a program. Én azt abba bízom, hogy lesz annyi lobby ereje itt elsősorban a helyi kormánypártoknak, hogy nem mi leszünk Keves megyében az utolsó város, hanem talán aranyosabb elosztás lesz. A fórum vendége volt dr. Tóth László, a Mátra Múzeum igazgatója, aki az intézmény működésén túl a nyári és az őszi programok kínálatát is megosztotta a nézőkkel. Nyára kapcsolatosan szintén egy hosszú évek óta rendszeres kínálatunk a Gyöngyös város, illetve a közvetlen környező települések lakói számára a múzeumi táboroknak a rendszere. A korábbi évekhez hasonlóan 4 héten keresztül megszerveztük, és jelenleg is folyik ez a tábor. Ugye a múlt héten volt az első, ez a hét a második, a jövő hét szünet, és a rákövetkező 2 hét megint egy-egy hét múzeumi tábort jelent. Dr. Tóth László hozzátette, hogy ősszel egy újabb rendezvénysorozathoz kívánnak kapcsolódni, a Múzeumok őszi fesztiváljához, melyet októbertől novemberig tartanak majd. Viharral érkezett a hideg front, de a napokig tartó hőségben kötelező a légkondicionáló használata az azzal felszerelt autóbuszokban, pályaudvarokon, utasvárokban a 3. fokú hőségriasztás miatt. A volántársaságok több intézkedést is bevezettek, az utasokra kiemelten figyelnek, és az autóbuszvezetőket is védőitallal segítik a hőségben. Német Tibor autóbuszvezető épp most érkezett meg helyközi menetrend szerinti járatával. A pályaudvar pihenőjébe tart, hogy felfrissítse magát. Hideg szóda és hűtött ásványvíz. Ez jár a hőségriadó alatt a gépkocsi vezetőknek. A volántársaságok a hőségriadó miatt több intézkedést is bevezettek. Azokon a járműveinken, ahol légkondicionáló berendezés van, folyamatosan üzemeltetjük, ott pedig, ahol nincsenek, ott kértük a gépkocsi vezetőket, hogy átszellőztetéssel parkolóban, amikor kiállnak, akkor próbálják meg elsötétíteni az autóbuszt, hogy minél kevesebb hőm menjen át az utastérbe. Meleg volt-e a buszon? Volt-e légkondicionáló? Nem, nagyon jó volt, légkondival jöttünk, igen, jó volt. Honnan jöttek? Jászárokszállás. De nem minden járaton van klíma, csupán a buszok 1/3 leginkább a távolsági járatokon. Ez nem légkondicionált, hanem hűrékbe fúvó van benne, tehát ez keringeti a hideg levegőt, jobb, mint a semmi. Tehát elég jó, az is jó. Olyan, mint a klíma, de mégse. Panaszkodnak-e az utasok? Nem, szoktak panaszkodni. Hát már nem mindenki panaszkodik, hogyha meleg van. Locsolással hűtik a gyöngyösi pályaudvart, a falikút vizével is bárki felfrissülhet, és a váróba is behúzódhatnak a tűző nap elől. Akinek pedig muszáj útnak indulnia, mindenképpen vigyen magával hűtött vizet a buszra is, tanácsolják a buszvezetők, de az utasok is jól tudják ezt.
Jelenleg dolgozni indulunk, délutános műszakba szoktunk légkondicionált buszon utazni, és hát sok folyadékkal. Mással nem tudunk. Az autóbuszvezetőket és az autóbuszállomások személyzetét figyelmeztették, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel az utasokat, rosszul létek esetén pedig tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A hőség ingerültebbé és türelmetlenebbé tesz, a legtöbben éjszaka sem tudják kipihenni magukat. Ilyenkor több a baleset is, az emberek figyelmetlenebbek és agresszívebbek. A pszichológus szerint ilyenkor a depressziós tünetek is erősödhetnek. A kánikulában nem csak szédülhetünk, izzadhatunk és szomjazhatunk, hanem lelki állapotunkra is hatással lehet a 40 fokot közelítő hőség, mondja a pszichológus. Meleg úgy befolyásolja a közérzetünket és a hangulatunkat, hogy amikor növekszik a levegőnek a hőmérséklete, illetve a páratartalom, a levegő légnyomása csökken, és ilyenkor érezzük azokat a tüneteket, hogy ingerültebbek vagyunk, idegesebbek vagyunk, előjönnek a depressziós, illetve előjöhetnek a depressziós tünetek. Az átlagnál melegebb idő még az egészséges szervezetet is igénybe veszi, tette hozzá szakember. Sokan éjszaka sem tudják kipihenni magukat a felmelegedett lakásokban. A megkérdezettek is tapasztalják, hogy valóban máshogy viselkedünk a 38 fokos melegben. Hát nem gyengén figyelmetlenek, folyamatosan kijönnek elém. Nagyon-nagyon megváltozik az ember ilyenkor. A motoros fiatalember azt is elárulta, hogy ő is szétszórtabb ilyenkor, ahogy embertársai is. Talán szétszórtabbak, meg igen, hát igen, lehet benne valami. A közlekedésben is tapasztalható a figyelmetlenség. Bátrabban közlekednek, bevágnak elém, nem engednek el, látják, hogy én jót csinálok velük, bevágnak elém, azt mennek tovább, meg ráfékelnek. A szakember szerint akár természetesnek is tekinthetjük ezt a viselkedést. Vérnyomás csökken, és fejfájás, lehangoltság is járhat vele, illetve olyan fajta szétszórtság, ami feledékenység, például ilyenkor a balesetek száma megnövekedhet, mert ugye nem tudunk úgy koncentrálni teljesen, úgyhogy ezek a dolgok, ezek a tünetek sajnos természetesek ebben az időszakban. A szakember azt mondja, hogy fokozott körültekintéssel vegyünk részt ilyenkor a közlekedésben, legyünk embertársainkkal elnézőbbek, és türelmesen várjuk az enyhülést. A legelszántabb sportolókat még a napokig tartó hőségriasztás sem tartja vissza a rendszeres testmozgástól. Talán egy fokkal könnyebb helyzetben vannak azok, akik nyáron is edzőterembe járnak. A forróság okozta nehézségek egy kis odafigyeléssel valamelyest csökkenthetők. A nagy nyári melegben sokan kerülik a nagyobb erőkifejtéssel járó tevékenységeket, ám azok, akik rendszeresen sportolnak, ilyenkor sem mondanak le a testmozgásról. Nekik csupán néhány egyszerűbb szabályt kell szem előtt tartaniuk. Például ne ilyenkor akarjuk megdönteni a saját rekordjainkat. Aki odakint fut, semmiképpen ne fusson például déli időben, mindig vagy kora reggeli, vagy pedig esti délutáni időben, tehát ez az 5 óra után. Mindenféleképpen viseljen a sporthoz szükséges mondjuk napszemüveget, egy biciklizéshez, futáshoz például az nagyon jó, valamilyen fejvédőt, valamilyen nagyon kellemes szellős ruházatot. Emellett természetesen a fokozott folyadékbevitelre és a megfelelő táplálkozásra is oda kell figyelni. A trénerek tapasztalatai szerint nyáron csak minimálisan csökken az edzésre járók száma. Akik folyamatosan hozzá vannak szokva a sportoláshoz, tehát ez a heti 2-3 rendszerességgel járnak edzeni, ők általában nem szoktak úgymond lemorzsálódni. Akik mondjuk most a nagy melegbe kezdik el az edzést, például a bikini szezonra készülve, ők már annyira nem szoktak minden alkalommal eljönni órára. Azok, akik nyáron sem mozdulnak ki az edzőteremből, talán könnyebb helyzetben vannak, mint a szabadtéri sportok szerelmesei. Egy jól klimatizált helyiségben, ugyanis a nagy kánikulák idején is kellemes hőmérsékletben teljesíthetjük edzéstervünket. A Mátrában fakadó forrásvizekkel is szeretnék népszerűsíteni a jövőben a Mátrát. Erről döntött a Gyöngyös Mátra Turisztikai Egyesület. A saját címkés ásványvíz palackozását már meg is kezdték Parácsasváron. Már palackozzák az első 1000 üveg saját címkés szénsavas és szénsavmentes ásványvizet a parácsasvári töltőüzemben. A jövőben a Gyöngyös Mátra Turisztikai Egyesület logójával ellátott, 6 forrás vizét tartalmazó ásványvízzel szeretnék népszerűsíteni a Mátra térségét. Ez a úgynevezett termékfejlesztés része a mátrai márka építésének, és felmerült az ötlet, hogy ha már itt a
Mátrában nagyon jó forrásvizek vannak, akkor mi lenne, hogyha egy ilyen saját márkás Mátra logóval ellátott forrásvizek kerülnének forgalomba palackozva? A palackozó cég az egyesület ötletét támogatja és szívesen partner a saját címkés vízgyártásában. A cégünk számára nagyon fontos egy ilyen kezdeményezés, hogy a mátrai vizeket minél inkább népszerűsítsük itt a Mátrában, és hogy egy úgynevezett Mátra vizét palackozzuk. Az egyesület célja, hogy az ásványvíz a jövőben a rendezvényeken kívül, szállodákban, cégeknél és az üzletekben is elérhető legyen, hiszen a Mátrát reprezentálja ez a termék. A magyar női serdülő és junior röplabda válogatott is gyöngyösen készül a közelgő olimpiai reménységek versenyére. Csizmadi, a Szabolcs szövetségi kapitány elmondta, nem először edző táboroznak a Mátra alján, és szívesen jönnek vissza a kohári tornacsarnokba, igaz, a nagy meleg őket is megviseli. Tavaly mi is megfordultunk itt, és eltöltöttünk itt 10 napot, és annak a 10 napnak a hatására gondoltuk, hogy idén is visszajövünk, mert nagyon megtetszett a terem, a szállás, nagyon jó volt a szolgálás. Hát közvetlen célunk most, jövő héten utazunk ki Pulába, Horvátországba, egy nemzetközi tornára, illetve augusztusban lesz az olimpiai reménységek versenye Kecskeméten, úgyhogy gyakorlatilag most ezekre készülünk, illetve hosszabb távon pedig az ifjúsági Európa-bajnokságra és 2 év múlva az ifjúsági olimpiára, ezzel a korosztályra, akik a 2000-2001-ben született lányok alkották ezt a korosztályt. Tűni Gábor, a junior korosztály edzője, már a 2016-os Európa-bajnokságra készíti fel csapatát. 2016-ban Magyarország rendezi a junior EB-t, ott alanyi jogon mi részt vehetünk ezen a tornán. Hát elvárások azok mindig a próbáljunk jó helyen végezni. Igazából én úgy gondolom, hogy junior korosztályban azért Európában vannak sokkal erősebb csapatok is. Hogy látod a magyar női röplabdát? Az az erősebb vonal, vagy inkább a férfi? Egyértelműen a nőit kell, hogy mondjuk, ugye most jutottak ki 28 év után az Európa-bajnokságra, és úgyhogy az úgy gondolom, hogy jelzi, hogy melyik az erősebb. És itt van az utánpótlás? A serdülő és junior válogatott pénteken 4 nemzetközi mérkőzés is játszik majd. Az ellenfelek között lesznek az Amerikai Egyesült Államokból érkezett egyetemi és középiskolai válogatott csapatok, akikkel a jövő héten együtt utaznak Horvátországba a Pulában rendezendő nemzetközi tornára. Új nyári rekordot ért el kedden az ország áramigénye, sőt megközelítette a télit is, írta a Világgazdaság. Azt követően, hogy a napi átlag hőmérséklet eléri a 24 Celsius fokot, minden további 1 fok emelkedés, plusz 90-100 megawatttal terheli a rendszert. Ez napi 1500-2000 megawattóra plusz áramot jelent, ami 500-600 háztartás egész éves fogyasztása. A 100-et is meghaladhatja azon mobilos ügyfelek száma, akik nem fogadták el a Telekom és a Telenor egymástól független a közelmúltban bejelentett áremeléseit. Összesen mintegy 4 millió előfizető lehet érintett a tarifák növelésében. Most pedig nézzük, hogyan álltak délután 5 órakor a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A Magyar Telekom 395, a MOL 14.265, az OTP 5.400, a Richter 4.085 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 21.374 ponton állt, ami a legutóbbi értékéhez képest 26 pont csökkenést jelent. Az aktuális végén pedig főbb híreink következnek. Fókuszban a sporttámogatás, a fórumban a polgármester válaszolt. Hőség a buszokon, klíma csak a távolsági járatokon van. Ingerültebbek és figyelmetlenebbek vagyunk a hőségben. Önök Gyöngyös és térsége híreit látták szerdán, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!